visszaküldett Amazon csomagok. Napjainkban az online rendelés teljesen hétköznapivá vált. Csavarhúzótól kezdve műterhes hasig gyakorlatilag minden pillanatokon belül az ajtón elé varázsolhatunk, csupán pár kattintás árán. Minden egyes alkalommal, amikor online vásárolsz, megvan az esélye, hogy a beérkező termék hibás lesz, nem a te méreted, nem az elképzelt megálmodott produktum, vagy csak szimplán még sincs rá szükséged, hogy ez detántorítsál a vásárlót a rendeléstől. Létrehoztak egy úgynevezett visszaküldés funkciót. Na de mi történik azokkal a termékekkel, amik visszaküldésre kerülnek? Az Amazon maga egy olyan gyűjtő weboldal, ahol gyakorlatilag minden létező termék, amit meg már számodni megtalálható. Az összes olyan produktum, ami már ki lett bontva, vagy bármilyen azt mutatja, hogy esetleg használva volt, hivatalosan már nem eladható, így bekerül úgynevezett Amazon Liquidation Center-ökbe, ahol ezeket a termékeket dobozokba, majd azokat raklapokra rakják, mint selejtes már el nem adható darabok. Na de itt jön a trükk. Ezek a csomagok nem feltétlen kerülnek a kukába, ugyanis különböző weboldalak megvásárolják őket, majd viszont eladják jóval olcsóbban, mint úgynevezett Amazon Returns termékek. Egy ilyen weboldalról rendeltem én is 100 ezer forint értékben, elvégben több mint 500 ezer forintot érő óriás csomagokat, el is tele teljesen random összeválogatott visszaküldett termékekkel, úgyhogy én azt mondom, rikkentsünk egy karácsonyt, és lássuk, mit rejtenek. Ciao muchachos! Szerintem eltörtem a farizmom. Megérkeztek a várva várt szerzemények, vagyis hát hamarosan kiderül, hogy mennyire voltak várva vártak. Minden esetre ez itt 250 ezer forintnyi termék, amiért én csak 50 ezeret fizettem. A képernyő alján meg lesz jelentve minden produktum, illetve hogy mennyibe kerül az, és a videó végére meglátjuk, megérte a berum haza. Érted üzletembe? Mert nem kéne egy késsel hadonásznom. Készen álltok? Úgy érzem, ismét karácsony van. Oh my lord. Már most láttam, hogy ezt meg fogom bánni. Ez egy 24-es kislány papucs. Itt még nem tartunk. Lehet, így akar üzenni az univerzum, hogy el kéne kezdenem foglalkozni a szerelmi életemmel. Pont az én méletem. Outfit check! Oké, lássuk, hogy mi van még itt. Smink organizáló szer. Wow! Egyébként nem tudom, nem mondom, ez egész hasznosnak tűnik. Nem tudom, mennyibe fáj egy ilyen műanyag homokozó vödör. De hé! Ez legalább van 150 forint. Oké. Okay. Moja Mia Fantasy Barbie! 3 pluszosoknak ajánlod. Hát Moja nem a Fashion Week-ről érkezett. Figyelmeztetés, csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Kis alkatrészek, fulladás veszély. Kérlek, Amazonok istene, legyen valami használható. Játék doktor készlet. Wow! Mindig is egy ilyenre vágytam. Ugye... eltörtem. Úgy érzem, ez a csomag egy 8 éves kisgyerek beteljesületlen karácsonyi álma volt. Nagyra nyit a száj, nagyra nyit! Bal négyes kariesz! Megkezdem a fúrást, megkezdem! Rendesen attól félek, ettől fűrákot fogok kapni. Flamingos karúszó! Ez az! Pont a hetekbe fogok menni Ibizára. Én azt mondom, ezzel fogom elcsábítani a spanyol turistákat. Miért van ennek ilyen kék sajt íze? Én azt mondom, ez egy igazi jó kiegészítő az idei fesztivál szezonra. Ez straight up egy IKEA-s konyharuha. Bye, bitch! Elhagyott, mint az életkedvem Magyarországon. Well, I don't mind it! Egészen szükségem volt ilyen konyharuhákra. Bár lehet csak azért, mert a kiomlott csirkepaprikást általában ezekkel törlöm fel, és valahogy a mosógép nem szedi ki azt a foltot. Érdekes. Oh my god! Még több smink organizáló. Úgy érzem, most már tényleg rendet kell raknom a fiókomba. Valahogy úgy érzem, még nem tartunk 250 ezer forintnál, de lassan, de biztosan. Mi? A szűz Máriám. Ez egy kislány szoknya. A rendelés 3/4, de biztos, hogy egy szülinapi ajándék volt, és kicsit rosszul érzem magam, hogy valamilyen nálam ködött ki. Mondta, hogy nem úgy nézek ki, mint Hannah Montana minden évadban. A tissue for your issue. Szellemes, bár kicsit ilyen Pinterest girl akarok lenni vibe volt az. Wow. Egy szempilla spirál. Nem tudom, miért szagoltam meg, de egész jó illata van. Csíssss! Elf Cosmetics szájfény. Ilyet szerintem nem is lehet kapni itthon. Ennek nincs túl jó illata. Mondtam már, hogy nem vállalok még gyereket! Üdvözlöm, viszpertom vagyok, a gyámügyel szeretnék beszélni. Feljelentést tennék az Amazon. Oh my lord! Még egy make-up organizer. Ennyi sminkem nincs. És még egy szempillaspirál. She said I'm a bit thick, bitch. Ez mi a jó anyám? Ilyen bekapom a cipót a lipóti pékségbe. Nem. Ez egy iPad. De még ilyen nyomógombos, szóval valószínűleg kb. A középkorból. Megpróbálom... nem.
Nem kapcsol be. Rendesen küldtek egy És hol a doboza? Tudod, mi az az Ecolife csomagolás? Én ezt nem. Ha ez működik, már 100-szor megérte a csomag. It's been a long day. Van itt még két dolgunk. Egy USB-C kábel. Sose tudtad, mikor van szükséged egy USB-C kábelre. És ez, amire én igazán kíváncsi vagyok. Ez egy rendes Nike Hát, nem mondom, hogy ez egy stílusom. Küldtek egy Nike cipőt! És mi az, hogy küldtek? Én fizettem érted, de... És sajnos nem a méretem. De wow! Keresétek Facebook Marketplace-en. Figyelj, én üzletember vagyok, tehát ez befektetés volt. Elfáradtam. Doboz numero dos. You do be kidding me. Ez itt Peppa Pig. Ez egy rendes Peppa Pig Plus! Ennek örülök eddig a legjobban. Hands down, kedved, bátor velem alszok. Na de lássuk, mi van itt még. Ez... macskaló pucoló. Hál' Isten, sem macskám, se nem szoktam félre s***ni. Ez meg mi a bánat? Oh, hello. Ez egy süti alakú gumimatrac. Nem most viccelsz. Ez a csomag egyelőre 10 per 12. Ez nagyon... Ez nem érem amúgy, nem lyukas. Nem azért küldtek hiszem, mert hogy nem lehet felfújni. Oh, ne. Lyukas. Oksi. Oh, szenszetlen. Konkrétan van egy ugyanilyenem. Nem bánom, mert így most duplán mehet le a nap a szobámba esténként. Sís! Ezt azért kaptam, hogy megtisztítsam az utálóim romlott lelkét. Buborékfújó masina. Ugyanígy terapeutát keresek időkezelési problémákra. És ez hogy működik? Kaptam hozzá egy kis klórsavat. Hát ezzel leírás volt az, amit ketté téptem. Wow, bravo ton. Elvileg ide kell töltenem egy kicsit. Most viccesz! Lenne a kamerára! Ez a legmenőbb dolog a világon. Most aztán ragadni fog az egész lakásom. Van itt nekünk egy kézerősítő gépezet. Hát, hogy így... Ezt valaki genuinely használja? Ki akarja, hogy erősebb legyen a... Tehát, hogy így... Wow! Oké, van itt nekünk... Tavasz! Szóval egy lófej szobor. Biztos, hogy ez valakinek a stílusa, tehát, hogy én elfogadom. De... This is not vegan. Répa alakú, basically répa pucoló. Ezzel lehet tudjátok így pucceválni. Ja, és répa alakja van. Ugye is sört nyitó, most viccelsz? Lehet vele sört is nyitni. Már is jobban tetszik, if you know what I mean. Nem, amúgy nem szeretem sört inni. Ha valamit nagyon rüljálnak, az a sört. Miért? Nem tudom. Nem szeretem. Jó, fogadjuk el. Van itt egy zöld tásta. Ez nem igaz. Ez egy Michael Kors táska. Nem hinném, hogy ez igazi. Szóval végül is van egy iPad-ünk is, úgyhogy... Én nem tudom, mennyibe kerül ez a táska, de ki lesz írva, de... Sés anyukám! Mondtam én, hogy üzletember vagyok. Már nincs sok hátra. Ó, hát... Nyilván egy make-up organizer. Oké, felfogtuk. Valaki nagyon szeret sminkelni. Ez egy némós kisgyerek alsó. Jogi okokból erre inkább nem mondok semmit. Egy mini főzőedény. Tehát, hogy ebbe a speklövesem sem fér bele. Oké, Babi néni, I mean it's up to you. Amúgy cuki, csak nem értem teljesen. Jó. Egy schnitzer. Schnitzer? Ennek az a neve? Ezzel kellett volna kezdeni, hogy mondjuk könnyebben nyitogasson ki a dobozokat, mint sem. Hától tagja vagyok az FBI-nak. Vízi pisztoly. Ezt is elviszem Ibizára. Egy hallgató. Van egy enyhe gyanúm, hogy nem egy JBL minőség. Hát jó, a színe egészen rendben van. I mean, she's pretty. Igen, nem a legjobb minőség. Ez konkrétan, álló, nem akarsz a fülemre, tehát hogy nem akar rácsukodni a fülemre. Jó, oké, okay. Nem kell rosszba lenni egyből, jó? Compressed facial masks. Panda maszkok. Azt írja, oh! Szóval ezeket a kis korongokat kell gondolom beáztatni. Valami skincare essence-be. És akkor úgy fogok kinezni, mint egy panda, vagy? You do be kidding me. Ez egy Airpod. Úgy érzem, az Apple-nek kellett volna szponzorálni ezt az adást. Csomagolás mondjuk nincs rajta, szóval... Oké, okay, készen álltok? Tehát, hogy így ez egy brand new bontatlan Airpod. De gondolom nem volt a dobozon csomagolás, így már nem tudták vissza-vissza küldeni. Hát az víré! Már azért megérte csak a két csomag. Ne viccelsz velem. Ha ez működik... Ez működik! Ezt jobban élveztem, mint magát a karácsony. De amire nagyon kíváncsi vagyok. Hol végösszeg! Bocsánat, muszáj volt valami ilyen drámai poszt csinálnom ehhez. Még egyszer utoljára itt láthatjátok, mennyit költöttem magukra a dobozokra. És dobpergés. Itt láthatjátok, mennyit értek magukat a termékek! Az
az a vicces, hogy én még nem tudom, mert ezt ki kell számolnom, szóval most nem tudom, hogy örülnöm kéne vagy nem, de majd írjátok meg kommentben. Én azt mondom, valaki tényleg viszont eladja ezeket a darabokat, és minden korosztályra van vevő közönsége. Ez egy jó pénzkereseti forrás lehet. Ha nincs, akkor nem biztos. Mert bár most az enyémben volt egy AirPod, de ez nem garantálja, hogy minden csomag ezzel lesz tele. Én őszintén azt mondom, ne vegyetek ilyeneket, ha csak nincs tényleg annyira sok pénzetek, hogy bármire elköltetitek, mert nagyon-nagyon lutri, ezért nem szoktam lottózni, és bocs szerencsejátékért, én bocs, ha pontos akartál szponzorálni, de én nem szoktam lottózni. Mindenesetre köszönöm, hogy velem tartottatok egy újabb őrült videóban. Ha szeretnétek még, hogy legyen lófejjel és velem ilyen Amazon mondogatós videó, dobjatok egy lájkot, hűtj a subscribe button, és találkozunk a következő videóban, csajszik. Goodbye!